Hello! Sziasztok! Mi van, eljöttök edzeni, aztán megéheztek, de nem tudtok mit enni, mert eljöttetek egy 35 kilométert az otthontól. De vannak ilyen kutyaszarok az út szélén, az a jó, itt találsz ilyet. Leveszed róla a kavicsot, mert ez kitöri a fogadat. Mindig a kutyaszarban van energia, hogy az... Na, igyál rá, mert a melegbe nagyon meg tud száradni. Ha most nem hányok, akkor soha. De ugye láttátok, hogy valaki már leharapta a végét. Hm. Mit evett ez? Fügét? Vagy a kukorisz, hogy füge volt? Vagy... Na mindegy. A lényeg az edzés. Hát ez szar. De Austin a szar is. Ugye ez a kávé ura. Uram, ez a kávé szar. Austin Powers megvan. Jó ez a szar. Komolyan az történt, hogy elkezdtem enni az energiás felszerűen visszafelé. Enni. Így délbe, 38 fokban. Jó messze egy görcs határom. Nem szoktam megállni edzés között. Az ott vadépuszta, amúgy ott fordultam meg. Hát valahogy ide fölragasztottam, de szikszalag elengedtem. Olyan meleg van, hogy semmi nem működik. Nem lehet nem nyelni. Na mindegy, tekerek tovább, aztán majd valami lesz, mert megállunk még egyszer, mert most már olyan, mint ha már megálltál. Bárnem, volt benne kavics, mert a fogam most akkorát roppan, ez a veszélyes. Gyereke! Zaprókövet ne egyétek, meg nagyon szar. Csak a kutya szar, mindig. Rettek szar. Rizkodnak, hogy a klíma nem elég erős. De langos jó, 1700 ér a Balatonon. Megint. Felét ne nyeltem. Bakker. Most olyan szarszagú a szám is. Ezt kellett volna megenni, ez legalább iható. Amire lenyelem, megyek egy falut. Jaj. Na, végre valaki korrekt. Van két sáv, sehol egy érdekes. Meg tudod úgy előzni, hogy sávot váltott, hogy nem 10 centire jött el. Na, mindig fáj ez a könyökem, annyiszor mennek ki már a busz. Jaj, valahogy le kéne nyelni. Nem a békám, ez a szar. Jaj. Nem lehet ezt megenni, szóval így nem tudsz tekerni, az a baj. Inkább az energia zselé. Azt rögtön le tud nyelni, hát meg fúgaszti. No, valamit csináljál. Mi van ez lett el? Beleragad fogadba is. Come here.